Ez a terítő, ez kendervászonra készült adventi terítő, ez egy adventi időszakra használt terítő. A visszafogottság színeivel, mert ugye Siogádra jellemző a piros bordó, illetve hát már az a legvégső kialakulása, és hát az egyházi, a templomba is a visszafogottság színeivel terítenek az oltárterítőkre, és a lakáskultúrában is azt gondolom, hogy arra az időszakra, készülődés időszakára ilyenekkel lehet, vagy hasonlókkal díszíteni a lakásunkat. Ez egy 1934-es négy körüli minta. Ezt egy női ingen láttam. Finta Györgynél gyermekkora óta láthatta, hogyan készülnek otthon a hímzések. Nem volt tudatos számára, hogy kövesse a család női elődeinek mintáját, de a gének valahogy mégiscsak dolgoztak, és a 2000-es évek környékén egy Csárközi Siolgár népművészetét bemutató könyv hatására maga is elkezdett komolyabban foglalkozni a mintakincsel. A mama szőt, annak idején keveset is himeztek, illetve hát, bocsánat, nem keveset, hanem úgy nem maradt fent tőle, inkább csak a szőttesek, szőttes darabok, és ő a dédnagymamám, az anyai nagymamám pedig a hímzésben annyit láttam, hogy a szélét, mindig ő neki adták a szélét, hogy ő nagyon keményen tudta megcsinálni a szélét, tehát az lényeges, mert ugye utána azt szabjuk, vágjuk ki, tehát az adja meg a széle motivumot. Igazából nekem a 2000-ben, a millennium évében, mikor megjelent a faluról a helytörténeti könyv, a Száz Magyar Falu könyvesháza keretében, és inkább úgy gyűjteni, hogy és azon a fényképeken látni, különösen fiúkon, férfiatal embereken, aztán jegyes páron, hogy fekete-fehér kép, és lehet látni, hogy a fiún, a férfin is csipkés a felső rész alól kilógó ruhadarab. És akkor kíváncsian kérdeztem, hogy férfiaknak, fiúknak, hogy... És akkor az valahogy úgy megmozdított, és itt-ott kérdezgettem, keresgettem, és akkor szerencsére egy férfi inget egy padláson megtaláltunk, aminek ugye az is nagyon nagy szerencse, hogy az eleje volt meg a mintája. Ugye a férfiaknál annak idején, hát ez a 900-as évek eleje, nagyon eleje, mert fényképek is azért bizonyítják, hogy a fiúknak is alul is himezték fehérrel az inget, a férfi manzsettát, az elején volt egy szolid fehér minta, abba esetleg egy monogram más színnel, vagy kékkel, vagy inkább bordóba menő pirossal, és hát ugye a gombnál és a nyaknál, a fiúknál a válfolt is fehér elhímezve volt, és ez valahogy elindított úgy, hogy na még mi? Mit találunk még? Mit himeztek? Bocsánat, zsebkendőket is. Akkor a zsebkendő volt szegény lányok előtt, ugye a fényképen, hát kevésszer mentek akkor fényt, tudatosan mentek, na most lefényképezzük a családot, és olyan nagyméretű zsebkendők, fehér zsebkendők voltak, amin a minta nem jött ki, csak igazában magába ugye az öltözetet, hát tisztító zsebkendő, és akkor ez így adta magát, tehát a könyv az igen megbolygatott, valószínű, hogy időm is volt rá. Finta Györgyné munkái eddig is kiemelkedő helyszíneken, a Magyarság házában, a Néprajzi Múzeumban, a Dunapalotában, vagy a Vajdahunyadvárában rendezett kiállítások anyagában is megtalálható volt. Azt mondja, számtalan példa van arra, hogy a viseleti kultúra díszítő elemei megjelennek a lakástextilek mintavilágában. A pályázati felhívásban ott volt, hogy a lakást ilyenkor, ahogy díszítő elemekkel is lehet pályázni, és akkor készen volt egy nagy abrosz, egy egyszerű kis szélehímzéssel, fehér, gyolcsra, ha ezt az asztalt kinyitjuk erre megfelelő méretbe, és ahhoz 6 tányér alátét szettel, tehát akkor a napi lakáskultúrát, hogy ünnepre, hogy terítenénk föl,
No, az például úgy kapcsolódik a népviselethez, hogy az apai dédnagymamámnak az ing ujja széle mintával készült az abrosz, meg hát a tányér alátétek. Finta Györgyné számára a gyűjtés a mai napig fontos eleme a munkájának, hiszen számos minta ilyen módon került elő, és lett valamelyik alkotásának része. Mi az, amit még megtalálok a faluba, mi az, amit még el tudok készíteni. Inkább ezekre a dolgokra így jött így jöttek a férfi, aztán akkor a női ingek, a lányka ingek, mert szerencsére aztán később azért még találtam egyet-kettőt, el nem adták, ezért megcsináltam. Tehát minél több olyan legyen a tulajdonomba, ami tulajdonképpen jellemzi a mi hímzésünknek a kialakulását. Ezért is pályáztam a legutóbbi országos népművészeti kiállításra, itt regionálisra először itt Szekszárdon, a Tolna megyei népművészeti egyesület szervezésében, és akkor éppen olyan hangulatom volt, vagy ötletem volt, hogy a zsebkendő élete, női zsebkendő, siagárdi női zsebkendő élete, ugye ott végig lehet vinni akár a viseleti változást, és azzal együtt a hímzésnek a változás. Tehát a színharmónia mintába a változás. Én így neveztem el a siagárdi női zsebkendő élete. Nagy szőtes gyűjteménnyel rendelkezik. Éveken át néptáncos volt, jól ismeri és készíti is a helyi viseletek darabjait. Célja, hogy hiteles darabokat hagyjon az utókorra. Soha nem volt célom, hogy kereskedjek az alkotásokkal, hangsúlyozza, hanem hogy megörökítsem és továbbadjam azt a szépséget, ami ránk maradt. Véleménye szerint Siolgárd nem annyira ismert, mint Bogyiszló vagy a Sárköz, pedig itt is jelentős a népi kultúra, amit nem szabad veszni hagyni.